kaphat-e olyan húst a kutya, ami már kissé büdös. A kutyának a gyomor-sósav összetétele az lényegesen extrémebb viszonyokat feltételez, mint az emberé. Ebből az következik, hogy tehát nevezzük néven a gyermeket, itt a sósav mennyisége lényegesen magasabb, tehát a pH-ja alacsonyabb a kutya gyomornak, mint az emberé. Nagyjából kettes pH-jú, kettes, max. Hármas. Ez a jelentősen kiélezett gyomor előemésztési helyzet, ez valóban több mindent megenged a kutya szempontjából, mint amit az ember megengedhet magának. Ez azt jelenti, hogy bizonyos megerett fertőzések, ami már az ételben elindult, azok bizony nem jutnak át ezen a gáton, és a fertőzést a gyomorsósav kiírtja, és úgy jut már a bélbe, hogy kvázi sterilizálta idézőjelben a tápot. De azért nyilván itt vannak limitek, a kutya gyomra sem képes azért minden hibát kiegyensúlyozni. A mennyiség itt egy fontos kérdés, ha egyszerre nagy mennyiségű ilyen ételhez jut, akkor egyszerre nagy mennyiséget sósavval átkeverni és teljes mértékben átitatni nem lesz képes, tehát lesz olyan része a tápanyagnak, amely úgy jut át egy megkeverés után a vékonybélbe, hogy nem jutott igazából mennyiségi sósavhoz, és abban a fertőzés bizony akkor megy tovább. Ez az egyik dolog. A másik pedig kifárasztása a szervezetnek. Ha folyamatosan mindig és ugyanolyan módon hibás ételt adunk az állatnak, ez lehet akár tényleg az említett probléma, itt az SMS-ben említett probléma, akkor egy idő után, nem rögtön és nem az első alkalommal, de egy bizonyos idő után kifáradva az emésztésben ez a bizonyos helyzet kifárasztja az állatot, akkor megint arra jutunk, hogy a kutyának a gyomrából úgy kerül kisebb-nagyobb mennyiségű előkevert tápanyag a vékonybélbe, hogy az nincs átitatva már megfelelő mennyiségű sósavval, nincs átkeverve jól, és a fertőzés megeredhet a bélben.